Sziasztok! Az Unboxing & More új videójával jelentkezünk, amiben ezúttal az Aruba úgynevezett Wi-Fi szenzorát mutatjuk be nektek, és az Unboxing & More része az lesz, hogy Major Peti kollégámat segítségül hívom, és ő bele fog mélyedni az eszköznek a mélyebb lelki világába. Adódik a kérdés, hogy miért is lenne nekünk szükségünk Wi-Fi szenzorra. Hát azért, mert a Wi-Fi-vel a problémák azok nagyon sokrétűek, és nagyon nehezen, néha nagyon nehezen megtalálhatóak lehetnek. Ezzel az eszközzel meg lehet azt tenni, hogy ha van egy ügyfelünk, aki panaszkodik a Wi-Fi-re, mert jellemzően ugye ez az elsődleges, amit megtesz egy ügyfél, hogy ha valami gond van a hálózaton, nem érem el az internetet, akkor a Wi-Fi rossz. Ez egy ilyen azonnali eredmény a userek szempontjából, hogy a Wi-Fi biztos rossz, mert azzal sok gond lehet. De ugye ez egy jóval bonyolultabb kérdéskör, és arra jó pont az a szenzor, hogy ezt az eszközt el lehet helyezni az ügyfelünk hálózatában, és ott tulajdonképpen folyamatos tesztek alá veti a belső hálózatot, a külső hálózatot, és magát a Wi-Fit is természetesen, hogy az mennyire érhető el, és mennyire teljesít jól az adott helyszínen. Na, hát akkor kezdjünk is hozzá az unboxinghoz. Az eszköz maga egy egyszerű kartondobozban érkezik, már-már ipari, de mégis igényes, jó minőségű festéssel, látható, olvasható, hogy mit találunk majd a dobozban. Ezt az Aruba központtól küldték nekünk, ezúton is köszönjük szépen a teszteszközt. Hát lássuk, mit kell erről tudni. Hát nagyon kedvesek, először köszönnek nekünk, ez nagyon tisztességes dolog. Majd azonnal meglátjuk magát az eszközt, ami méreteit tekintve 6 inch x 6 inches. De egyébként egy, hát látjátok, tenyérben elfér, ez egy körülbelül egy access point méretű termék. Igazából viszonylag az is, de majd mindjárt jobban belemélyedünk, azért elég sok extra van ahhoz képest. Találunk még egy user guide-ot, valamint mounting kitet, ami az eszköz elhelyezésére szolgál. Ó, vegyem meg, kapunk hozzá leírást, zöld mosolygós arcocskákat, ezt pontosan még nem tudom mire van. Némi papírt, és egy hasznos kiegészítő, ezzel tudjuk rögzíteni az eszközt. Mint más access pointokat is, tulajdonképpen álmenyezetre, falra, egyéb helyekre el lehet helyezni. Ha ezt felfúrjuk, akkor erre utána könnyedén rá tudjuk klikkelni magát az eszközt, és ezzel rögzítjük megfelelő helyen. Valamint van még úgynevezett secure mountingunk, amivel az access pointunkat csavarral is tudjuk rögzíteni a már említett mountinggal együtt. Ezen kívül nagyon gondosan és előrelátó módon hozzáadtak a csomaghoz gipszkarton és egyéb normál dűbeleket, amivel tudjuk véglegesíteni helyen az eszközt. Van európai csatlakozónk, amit alkalmazni is fogunk rövidesen. Van amerikai szabványú, valamint brit, hogy ne kelljen túl sok országspecifikus csomagolást készíteni, ez logikus lépés a Rubától. Valamint van egy tápegységünk, ami semmi extra, de tulajdonképpen a céljának megfelel. Térjünk rá az eszközre, ami maga ugye a Wi-Fi szenzor. Előzetes információként azt érdemes tudni a dologról, hogy a Cape Networks, mint startup létezett egy darabig, amikor is az Aruba szemet vetett rá, és megvásárolta a céget, és ezzel beemelte a portfóliójába az úgynevezett Wi-Fi szenzort. Azóta áttevezték egyébként, azt mondják, hogy Enterprise Wi-Fi with Aruba User Experience Insight. Tehát, amit érdekes tudni, egyrészt ugye be tudjuk táplálni a normál 12 voltos DC tápegységgel. Értelemszerűen AT és AF-es, AT és POE-val is meg tudjuk táplálni.
Ami azért érdekes, mert van rajta egy egyetlen port, ami azt jelenti, hogy nem csak a Wi-Fi-n keresztül tudja monitorozni a hálózatunknak az aktuális állapotát, hanem a vezetékes oldalon is tud teszteket végezni. Ezen felül pedig van benne egy szuper kapacitátor, vagy backup battery néven futtatott alkatrész belül, ami azt teszi lehetővé, hogy amennyiben power outage van, pontosabban áramkimaradás van, elnézést kérek, akkor az eszköz arra még képes, hogy lejelentse az interneten keresztül, hogy ugye elment az áram. De mégis hogy jelenti le interneten keresztül, ha nincs hálózat sem, mert elment az áram? Hát úgy, hogy van benne integrált SIM-kártya is, a SIM-kártyához pedig előfizetés is jár, és így tulajdonképpen LTE kapcsolaton keresztül le tudja jelenteni az olyan nem várt eseményeket is, mint például egy áramkimaradás. Vagy hogyha elmegy az internet betápunk, attól függetlenül ő ugyanúgy tudja 4G-n keresztül leadni a jelentéseit a User Experience kezelőfelületére. Egyébként nem egy túl bonyolított Wi-Fi-s megoldás, 2x2-es 5 gigás, 2x2-es 2.4-es kliens van benne, Wi-Fi kliens. Wave 2-es 5 gigán értelemszerűen, tehát tud 80 MHz-en is futni, akár szélesebben. 2.4-en simán BGN szabványok szerint tud kommunikálni, és feltérképezni a hálózatunkban rejlő gyengeségeket, vagy éppen erősségeket. Na Peti, akkor én bejelentkezek neked, és át is adom az irányítást. Köszönöm szépen. Akkor bemutatnám az Aruba-nak a kezelőfelületét. Amint belépünk az Aruba Wi-Fi szenzor kezelőfelületébe, egy nagyon szép dashboard fogad minket, ahol egyből, ha minden jól működik, szép zöld mosolygó smiley fogad, hogy semmi hibánk nincsen. Az összes tesztnél, amiket az Aruba Wi-Fi szenzor művel, egyesével végigmehetünk, hogy melyik tesztben milyen értékeket kapunk. Nézzük meg először a Wi-Fi részét a tesztnek. Rákattintunk, egyből látjuk a elmúlt időszakban a Wi-Fi jelerősségünket, az adatátviteli rátát, fizikai rátát, a csatorna használatot, milyen frekvencián vagyunk felcsatlakozva, adott frekvencián, adott időpillanatban milyen csatornát használtunk, mennyi időt tudott felcsatlakozni a Wi-Fi access pointra a Wi-Fi szenzorunk, tehát minden rendben működik a jelenlegi felállás szerint. Nem csak az elmúlt 24 órás időintervallumot láthatjuk, hanem akár szűrhetünk egy adott esetben egy nagyobb időintervallumra, amire mi szeretnénk, vagy hogyha látunk valami kiugró anomáliát, akkor bele tudunk zoomolni az adott anomáliába, és jobban ki tudjuk értékelni, hogy az adott időintervallumban milyen egyéb problémák lehettek a vezeték nélküli hálózattal. Maga ez a Wi-Fi szenzor nem csak a Wi-Fi rendszert képes monitorozni, hanem ugyanúgy képes adott esetben a DHCP szerver részt, a gateway-ünket, vagy akár a DNS névfeloldást is monitorozni, hogy mennyi idő alatt történik meg egy DNS feloldás. Ha rámegyünk ebbe a hálózatba, ahol most teszteljük, a DNS névfeloldási problémákra, egyből láthatjuk, hogy az elmúlt 7 napban volt néhány DNS feloldási probléma. Próbáljunk meg belezoomolni ezekbe a problémákba. Néhány másodperc alatt ki is írja az adatokat, és itt látunk néhány warningot. Rákattintunk, akkor az adott időintervallumban azonnal kiírja, hogy a névfeloldási időnk több volt, mint a korábban beállított thresholdunk, ami 50 millisekundum volt. Itt az adott értékben 128 millisekundum alatt oldotta fel a DNS szerverünk a kéréseket, tehát az értelemszerűen több, mint az 50 millisekundum, ezért egy warning hiba üzenetet kaptunk, és erről adott esetben kérhetünk e-mail értesítéseket is. Nem csak előre beállított szolgáltatásokat tudunk monitorozni, hanem mi is felvehetünk különböző internet teszteket. Az azt jelenti, hogy a Wi-Fi szenzorunk, ez a fizikai hardware eszköz, képes monitorozni különböző belső szolgáltatásokat. Rámegyünk az egyik szolgáltatásra, amit beállítottunk, képes monitorozni akár a válaszidőt, csomagveszteséget, a jitterünket, vagy ott esetben más portokat, tehát nem csak ICMP-n tudjuk monitorozni a megadott eszközünket,
hanem fel tudunk venni több más portot, és ezek alapján is ugyanúgy monitorozza az adott szolgáltatást, az adott hálózatot. Ezen kívül nem csak a rendszernek a belső részeit tudjuk tesztelni, hanem külső szolgáltatásokat is ugyanúgy tudunk tesztelni. Például nézzünk meg egy Dropbox szolgáltatást, ha rákattintunk, akkor maga a Wi-Fi szenzor folyamatosan teszteli a Dropbox szolgáltatást, hogy megfelelően működik-e. Ez nem merül ki abban, hogy csak nézi a latency, packet loss-t, jittert, meg ezeket, hanem megadott időközönként feltölt, illetve letölt a Dropboxra egy megadott méretű fájlt, és ezzel valóban teszteli, hogy megfelelően működik a szolgáltatás. Egy cégnél, aki például Dropboxra vagy Google Drive-ra helyezi a adatait, ott nagyon kritikus szolgáltatás lehet ennek a használata, hogy valóban jól működnek-e a vásárolt szolgáltatások, vagy esetleg a belső hálózatukban a probléma. Ugyanúgy ilyen külső szolgáltatásnak mi is fel tudunk venni plusz szolgáltatásokat. Ez lehet például egy weboldalnak a figyelése, mint a mi esetünkben. Felvettünk egy weboldalnak a figyelését, és egyből látjuk a lehetséges problémákat. Itt nem csak azt, nem csak úgy monitorozza, hogy ping időt, meg hasonlókat monitoroz, hanem adott esetben magát a certifikátet is nézi, hogy érvényes-e a SSL certifikátünk hozzá, HTTP-n megfelelően válaszol a weboldal. Tehát egy komplett monitorozó szolgáltatást kapunk ebből az eszközből, és ha bármi probléma van, azonnal megkapjuk az e-mail értesítéseket. Röviden ennyi, ha jól értem. Pontosan. Na jó. Remélem felkeltettük az érdeklődéseteket ezzel a Aruba Cape Networks Wi-Fi szenzorral. Amennyiben érdeklődtök, akkor jelentkezzetek a megfelelő kollégáinknál, szélszesekre gondolok értelemszerűen, de akár termékmenedzserek is állnak rendelkezésetekre, és egyeztessünk, hogy hogy lehet tesztelni, kipróbálni, esetleg üzembe állítani nálatok egyet-egyet. Mindenképp szerettem volna megjegyezni, hogy légy szíves, iratkozzatok fel a csatornánkra, valamint nyomjátok meg a csengőikont, hogy ne maradjatok le az újabb és újabb videóinkról. Köszönöm figyelmeteket! Sziasztok!